Bár azt gondoltuk, mindent láttunk a Sztárban Sztár alatt, de Völgyesi Gabi minden adásban tud meglepetést okozni. Legutóbb azzal, hogy mennyire rugalmas két produkcióban is szerepelt a legutóbbi Sztárban Sztár adásban Völgyesi Gabi. Az énekesnőt feltüzelte, hogy a korábbi produkcióját lepontozta a zsűri, és ezúttal nagyon bizonyítani akart. Nem volt egyszerű dolga sem az egyéni, sem a csoportos feladatban, de mindkettő más miatt volt kihívás. Völgyesi Gabi előadása az eredeti dal miatt volt nehéz, de a zsűri nem csak a hangját, hanem a megjelenését is méltatta. A második, csoportos előadásban a nehezítés inkább az volt, hogy a mekörénő egy igazi tingli-tangli nóta, és abban nem is igazán az éneklés számít. Ha üzenhetnék valamit a nézőknek, akkor az az, hogy véletlenül se vegyék komolyan ezt a produkciót, mondta az énekesnő a próbák alatt, ahol a koreográfus igyekezett Gabit és a másik három énekest is ellazítani. Amikor azt kérte tőlük, lazuljanak el, és spontán mozogjanak, mindenki máshogy értelmezte. Völgyesi Gabi másképpen lazult, mint a többiek a Sztárban Sztár próbáján, egészen pontosan ebbe a lazas párgába ment le Völgyesi Gabi. Íme Völgyesi Gabi spárgája.